Bártfai Betty festőművész alkotásait már láthatta a felsőzsolcai közönség, hiszen több alkalommal már volt kiállítása a városban. A festőművész negyed évszázada ragadott először ecsetet. A 25 év a festészet bűvöletében címmel nyílt kiállításán mintegy 100 festményt láthatnak az érdeklődők. 74 darab festményt hoztam el, 100-at szerettünk volna, nagyon-nagyon meg kellett gondolni, válogattuk, hogy melyik maradjon, melyik nem, és hogy mit lehet tudni. Mindenképp önmagáért beszél, nekem mindegyikhez van egy élményem. Berec Zsolt 18 éve kíséri figyelemmel a festőművészt és segíti munkáját. Betty festményei olyan, mint a gyümölcs a természetben, magába gyűjti az érlelő napfény energiáját, a föld tápanyagait, és ezt átadja nekünk. Nekem volt olyan szerencsém, hogy ebből a 25 évből 18 évet folyamatosan nyomon követettem az alkotások születését, érlelődését. Minden tárlatnak üzenete van. Itt most az, hogy megálljunk egy percre, kifújjuk magunkat, és legyen időnk körbenézni. Bártfai Betty festőművész szemével nézzük meg a világot, az ő alkotásainak segítségével érezzük azt a sok szépet, ami mellett sokszor elrohanunk. Alkotásai mai felkörzött világunkban egy-egy megnyugvás szigete. Tájképeket, portrékat, csendéletet, illetve vallásos témájú festményeket láthatunk, amelyek mellett magunk is utazni indulhatunk. Utazni egy a festészet szerelmese által megfogalmazott, színeiben és témáiban is gazdag világba. Mindegyiket egy olyan élmény, meghatározó élmény után festettem. Tehát ez gyűjtemény, saját gyűjteményem, ez a pár kép, ez mind saját tulajdonban van. De imádom a napraforgókat, van egy kis napraforgó, majd ha szétnéznek, meg fogják látni, kis vidám, és most elsősorban ő a kedvencem, de nagyon sok kedvenc képen van, amihez kötődöm. Én vászonra festek mindig, és olajjal, tehát, és nagyon aprólékos munka, tehát én nagyon pici ecsetekkel, tehát én az utolsó 5-6 réteget olyan nullás meg egyes ecsetekkel fejezem be, gondolom ezt, ha megnézik, látják a munkámon. Nyaló Mardi, a festészet szerelmese. Gyer ecset, jöjj a kezembe, forog, táncolj, dalolj, kacag, gyengéd ujjaim átkarol, varázsolj képet a vászlomra, a fantáziával, vágyaimmal színezd le. Ékes piros, koronázd meg érzékiségem, égjen ez a tűz, hogy varázslatos energia dús színedben, szenvedélyes szilaj vágyam elmerüljön, kielégülhessen. Te zöld, a reménység színe, adj hitet, repíts a szél szárnyán a végtelenbe, festd a vásznamra bátran, hogy a holnap jobb lesz. Érd bele a történelembe, az örökké valóságban hadd ragyogjon, a szerelem lángja a festészet iránt soha ki ne aludjon. Jöjj, te kép! A víz, a levegő, az ég szimbóluma. Te vagy a mindenség, te is alkos. Hát én szerintem az embereknek mindenképpen kell egy kis megállni egy pillanatra ebben a rohanó világban, és hogy feltöltődjönek. És Bettynek a képeivel ezek elérhetőek, ezekből a képekből sugárzik az energia, és mivel hogy csak rohanunk, kell egy kis idő, hogy megálljunk, és ilyenkor átérezzük ezeket a dolgokat, átjönnek a képeknek az aurájából az energia. A festészet iránti elkötelezett érdeklődését, tanulni akarását számos országban tett tanulmány útja is bizonyítja. Mindennek eredményeként számtalan festménye megtalálható hazai és külföldi magángalériákban, illetve gyűjteményekben. Magyarországon, Budapesten állandó kiállítások, akkor Miskolcon is magángalériáktól kezdve, világban mindenhol, Amerikától kezdve, mindenhol Izraelben, művésztáborokba jártam, és hogy felsőzsolc, miért fontos számomra? Hát azért, mert éppen 2001-től itt lakunk, tehát miskolci születésű vagyok, tőzsgyökeres miskolciak vagyunk, de 2001-től itt élek, 2001-ben volt az első kiállításom itt a művészeti, Gazinci Művészeti Iskolában,
nagyon jól éreztük magunkat, és utána folyamatosan vannak kiállítások. A látogató számára kiderülhet az is, hogy Bártfai Betti nagy tisztelője a 19.-20. századi magyar festőknek. Alkotásai között felvillan például Munkácsi tisztelete, művei tanulmányozásának nyoma, de az itáliai és francia festészetnek szintén nagy tisztelője. Bártfai Betti alkotásait december 18-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Bárcai Kastélyban.